semmi rossz. Tamási darabja azt a csodát mutatja be, ahogy a kisember a katasztrófák közepette is képes talpra állni, magára találni. Ez az újrakezdésről szó. Egy fiatal ember a háborúból hazaérve nem találja se a szülei házát, pontosabban romokban találja, se a régi szerelme nem várja meg, tehát egy egész életet újra kell kezdeni. Tulajdonképpen ez példázat, de annál, tehát nem, igazából ez egy olyan színjáték, ami az életünk. Tehát hol könnyezni lehet, hol sírni vagy nevetni. Tamásira amúgy is jellemző ez a sokféleség. És hát van egy szép nyelvezete a darabnak, ami miatt érdemes ezt elővenni. És hát manapság meg aktuális egy picit. A tanulsága az, hogy nem szabad föladni. Tehát lehet bármilyen mélyről elkezdeni, újrakezdeni, kellő erős akarattal és hittel. Ez a két fontos szó. Mindent meg lehet oldani. A darab egy kis székelyvilágot tár a nézők elé olyan figurákkal, akik mai szemmel nézve már egzotikusnak hatnak természetességükkel, naív bölcsességükkel és csavaros humorukkal. A főszereplő Kurkó J. Kristóf, ő maga is erdélyi, tehát talán éppen arról a vidékről, ha jól tudom, Csíkból származik. Tehát neki például ezeket a mondatokat nem kellett. Nem is akartunk, ugye, hogy tájszólásba beszéljünk, hanem mindenki úgy beszél, ahogy leírta Tamási, de neki ez meg zsigerből megvan. És szerintem szerencsés választás volt rábízni ezt a feladatot, és hát a többi szereplő is. Nem akarok senkit se kihagyni, maradjunk abban, hogy ő a főszereplő. És a közösségnek is van ereje, aki tudja segíteni azokat az embereket, akik érdemesek rá. Már pedig minden ember érdemes arra, hogy segítséget kapjon. És ami mindenen átíve, az a fajta szeretet, ahogy Tamási a figuráit megrajzolja, ez átsugárzik a darabon. Maga utána nem jött én? Én te utána. Mert nem előtted jöttem. Időben nem talán egy év, ami eltelik, de maximum kettő, az első és a harmadik felvonás között, tehát meglátjuk, hogy a fiatal embernek sikerül-e új otthon teremtenie, új kapcsolatot teremtenie. És Tamási tulajdonképpen ezt példázatnak is írta. Tehát, ha jól emlékszem, a műfaj meghatározásnál ez is szerepel, hogy példázat. De ezt nem kell ilyen szigorúan venni. Tehát ez nem egy olyan dolog, bár a nézők Thália templomába jönnek, de ez nem csak egy olyan dolog, amikor egy példázatot hallunk valakitől. Itt megélik a pillanatokat, a különböző történéseket. Hát tapasztalataim szerint közönség szereti. És már pedig, hogyha szereti, az két dologtól függ, hogy a színészek is szeretik, amit csinálnak. Az író is szerette, amit írt, és végül is ez egy közös játék. A mű pont attól olyan sikeres, mert a története és emberközelsége révén olyan átlagpolgárokat tud megérinteni, akik könnyen tudnak azonosulni a darab mondani valójával. Próbált csomó olyan darabot írni, amely a szűk környezetében játszódott, tehát Erdélyben,
olyan figurákat, akiket ő nagyon közelről ismert, hozott föl a színpadra. Ilyen szempontból nagyon hálás dolog játszani ezt a darabot is. Tehát én már egyszer rendeztem az Énekes madarat, ott ugyan ezt az érzést éreztem magamban, amikor ezt játszottuk, vagy amikor rendeztem a kollégáimmal. És végül is ez egy színházi előadás. Egy estére nem csak úgy lehet elfelejteni a gondjainkat, hogy nevettetünk néha még öncélúan is, hanem igenis, hogy legyen egy kis katarzis, a színház lényege. A hit és a szeretet a legnagyobb mondani valója a darabnak, mely egyre inkább eltűnőben van a társadalomban.